Köszöntöm nézőinket, Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják. Varga Szintia vagyok. Tamási Bográcsmestere főzőverseny. 23. alkalommal mérték össze gasztrotudásokat a résztvevők. Kocsmából közösségi házat építenek Szakadáton. Különleges programmal készültek a Tamási Könyvtár dolgozói a környéken élő kisgyermekeknek a nyári szünet ideje alatt. Felsőnyéken folyamatosak a fejlesztések, virágzik a település. Kellemes nyári délután, finom ételek, jó társaság, baráti közösségek, rég nem látott ismerősök, színpadi műsor és jó hangulat. Többnyire így foglalható össze a 23. Tamási Bogrács Mestere főzőverseny, ahol minden korosztály jól érezhette magát. Úgynevezett babos káposzta készült a Bográcsban. Tamásiban 23. alkalommal rendezték meg a Bogrács Mestere főzőversenyt. A megmérettetésen többek között helyi civil szervezetek, munkahelyi csoportok és baráti társaságok indultak. 92-en fognak enni ebből. Ebbe még babos káposzta lesz, ebbe még jön a káposzta, meg hozzuk bele a babot. Úgyhogy ez ilyen, amikor ilyen puposan lesz, akkor lesz kész. A babos káposztát mi úgy készítjük, hogy van benne köröm, csülök, akkor combhús, ezt az egészet megfőzzük egy pörköltnek, azzal a különbséggel, hogy teszünk bele elég sok paradicsomot, meg paprikát, zöld paprikát is, egy kis erőset, aztán csomborral ízesítjük, meg tesszük bele a babalevelet, ezt megfőzzük, rátesszük a savanyú káposztát, egy picit kimossuk, hogy ne legyen túl savanyú, majd megkóstoljuk, ha egy picit savanyú lenne, akkor egy kis cukrot is teszünk hozzá, és a végén meg beletesszük a megfőtt babot. Azért főzzük előre, hogy ne törjön össze, hanem szép egybe maradjon a bab benne. Amióta főznek Tamásiban, mi azóta minden évben főzünk, és mindig mi főzzük a legnagyobb kondérral. A legtöbbeket természetesen nem a trófea, inkább a jó hangulat és a közösségi élmény motivált. Nyár közepén, július utolsó hétvégéjén rendezi meg a Művelődési Központ ezt a programot, ahova baráti társaságokat, munkahelyi közösségeket, családokat várunk, akik eltöltenek itt a rendezvénytéren egy kellemes délután. Természetesen a program fő attrakciója úgymond a főzés. Láthatóak mögöttem már a főző csapatok, akik nekikezdtek már a bográcsos ételek elkészítésének. Az idei évben 16 csapat vesz részt a főzőversenyen, de az 5 létszám az meghaladja a 400 főt majd a délután során, hiszen van 90 fős csapatunk is, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy megtelik rövidesen élettel a rendezvénytér, és azt gondolom, hogy valóban egy nagyon kellemes délutánt és egy éjszakába nyúló rendezvényt tudhatunk majd magunk mögött. A nevezéskor egyetlen dolog kerül kikötésre, az, hogy Bográcsban készült legyen az étel, de egyébként semmilyen kikötés nincsen, bármilyen húsból, bármilyen technikával készülhetnek a nevezőcsapatok. Úgyhogy tulajdonképpen ilyenkor a zsűri nagyon széles palettáról kóstolhat, mert azt gondolom csak a fantázia szab határt abban, hogy milyen ételek készülnek a mai napon. A Bogrács ételeket 3-tagú zsűri értékelte, akik nem csak az ízeket, hanem az előkészületet és a tálalást is pontozta. Hát én a hagyományos elkészítésnek vagyok a híve, semmi modern technológiát nem szeretek a pörköltekbe. Ugye alapvetően ez egy bográcsos ételnek lett kitalálva, ugye sertészsírral, olyan húsokkal, amik nem feltétlenül jellemzőek mostanában, a kicsit zsírosabb, ugye például a mangalica, a marhahúsnak a lábszár része, amiben nagyon sok a kollagén. Igazából ez adja a marha, vagy pörköltnek a jellegét, a úgynevezett szaftját, a kollagén. És ezeket fogom majd keresni az ételekben. Ha nem tartjuk be az alapvető pörkölt készítési szabályokat, ugye túl sok lével engedjük fel, mert ugye nem levest főzünk, hanem pörköltet, hát csak minimális folyadékkal szabad főzni. Kivárunk mindenek az idejét, nem kapkodunk vele, lepirítjuk ő szakaszos párolásnál minden egyes alkalom, hogy megkapja a pörkölt jellegét a főztünk. A zsűribizottság elé kell vinni az ételt, ahol a tagok
kollégákkal együtt értékelni fogjuk a tálalást is, mint olyat. Természetesen tudjuk, hogy nem profi szakácsokról van szó, ezt azért figyelembe vesszük, de azért most az internet világában már mindenki látott nagyon szép és jó tálalásokat, amit ugye azért illik átvinni már valamilyen szinten az ételekre. A programon a város polgármestere is kötényt húzott és fakanalat ragadott, csülök körömpörköltet készítette a település első embere. Nem egészen hagyományos módon, de majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Tavaly pacalt csináltam, és az egy kicsit megosztó volt, hogy pacalt vagy valaki nagyon szereti, vagy egyáltalán nem. Úgyhogy most úgy gondoltam, hogy olyan ételt választok, amit szinte mindenki szeret. Egy 6 kg körmöt sikerült beszereznem, és mellé egy olyan 2,5-3 kg csülök. Egyébként csak a köröm van benne, és akkor utána majd következik a csülök. Hivatalosan nevező vagyok, de szeretek főzni, de eddig még a dobogó közelében nem sikerült kerülnem. A 23. alkalommal kerül megrendezésre, mondhatjuk, hogy alulról jövő kezdeményezésként a város egyik híres szakácsa, mester szakácsa kezdeményezte, és utána a város fölvállalta, és megszakítás nélkül 23. alkalommal kerül el. És itt a városközpontban, korábban a Kossuth téren, most itt a Turmezei téren, az árnyas fák alatt főznek baráti társaságok, munkahelyi közösségek, civil szervezetek. Nem a legnagyobb városi program, de én azt gondolom mindenképpen a leghangulatosabb, talán egy kicsit a legtamásibb, bár vannak, hála Istennek, környékbeli településekről is résztvevők, de nekem az egyik kedvenc program, ha lehet így fogalmazni, a tamási programok közül. Nagy örömünkre szolgál, hogy egyik testvérvárosunk, a németországi Wurzenből is vannak itt vendégek. Már 11 éve járunk ide Tamásiba. Szinte minden évben eljövünk a rendezvényre és a főzőversenyre is benevezünk. Nagyon szoros kapcsolatot ápolunk a településsel, igazán otthon érezzük magunkat itt. Az emberek kedvesek és mindig örülnek nekünk. Egyébként egy 100 köményes étellel készülünk. Tudjuk, a magyarok nem szeretik annyira ezt a fűszert, azonban mi igazán kedveljük. Emellett szeretnénk valami olyan különlegességet főzni, ami a mi hagyományainkra jellemző. Ez a savanyú káposztás étel 5 kg húsból készül, amit felkockáztunk. A rendezvényt remeknek találjuk, és el tudnám képzelni, hogy egy hasonló programot otthon, Wurzenben is szervezhetnénk. A tamási Bogrács mestere versenyhez a hagyományokhoz híven egy közösségi kiállítás is kapcsolódott. Idén klasszikus fűszertartókból állították össze a szervezők azt a tárlatot, amely egyébként a programot követően is megtekinthető lesz egészen augusztus 20-áig a Művelődési Központ folyosó galériáján. Közösségi házzá építenék át Szakadáton a régi kocsma épületét. Létrehoztak már itt a faluban hasonló sikerrel idősek klubját is, más megüresedett épületből. A település vezetőjének célja, hogy összekovácsolja a lakókat, és a közös programok által még színesebb, élhetőbb legyen Szakadát. Ezért most egy 10 millió forintos támogatási összegre pályáznak a tervük megvalósításához. A településen a már évek óta üresen álló kocsma épületéből tervezik megvalósítani a közösségi házat. Eredetileg forgácsoló üzemet akartak itt indítani, de a falu vezetése ezt nem engedte, inkább felújítaná és a lakóknak adná az épületet, hogy különböző programokat szervezhessenek ide. Ennek sokan örülnek, hisz végre új életet hozhat a kis falucska életébe. Úgy kezdődött, hogy valamikor ide költöztek vidékről személyek, és elképzelése az volt, hogy egy forgácsoló műhelyet vagy üzemet hoz létre, és kiszúrta, hogy ez az italbolt nem használatos, és ő megvenni. Akkor a képviselőtestülettel megbeszéltük, hogy mit szólnak hozzá. Hát ezt tulajdonképpen Szakadát község ősei építették, bűn lenne egy forgácsoló műhelyi átalakítani, és úgy döntöttük, hogy megvesszük. Kopka ZRT tulajdona volt, 3,5 millió forintért megvettük, és utána jött a következő elképzelés, na hogy fogunk itt kialakítani dolgokat. Bölcs elgondolással és egy építés segítségével megalkották a leendő közösségi ház új terveit. Először a korábban raktárként funkcionáló helységből egy teljesen új vizes blokkot szeretnének létrehozni, majd az egész épületet belülről felújítanák. Új nyilászárókat, burkolatokat és egy kandallót is behelyeznének. Ez lenne az első kör, és akkor kialakulna egy aránynak szép helység. Még további elképzelésünk van, hogy olyan állapotba hozzuk, hogy a környezete
úgy legyen térköve, vagy akármivel. Meg itt van egy kút, még egy kis szökőkutat is tervezünk, úgyhogy tervek vannak, csak nagyon nehezen megy. A LEADER pályázatot adtunk be, mint egy 10 millió forintra. Hát sajnos ez a LEADER pályázati rendszer ez elég körülményes, bonyolult, mert több vállalkozók, önkormányzat, meg egyéb területek vannak, és sajnos a vállalkozók vannak előtérve. Na most a rendelkezésre álló forrást megosztották. Hát mi a második csoportban vagyunk, ezért meg kell várni, hogy a vállalkozók a pályázatokat adják be legalább olyan összegbe, mint ami önnekik rendelkezésre áll. Kicsit bosszant bennünket, mert már előbbre ígérték, hogy nyer a pályázat, és elkezdhessük a munkát. Reményeik szerint nekik is jut a pályázati forrásokból, hogy az épületet átalakíthassák az egész falu javára. Az immár 25 éve a település vezetője elmondta, már régóta nagy szükség lenne egy ilyen célokra hasznosítható modern épületre. Én örülök, hogy a sok-sok ciklus után én itt voltam, mint vendég is, de most mondom, hogy az utókornak egy olyan valamit valósítanánk meg, ami már régi vágy volt, hogy itt a központtól legyen egy ilyen épület, ahol egyéb rendezvényeket, egyébként is a karácsonyi, meg a egy-egy ünnepségeket itt szoktuk tartani. Névnapi, születésnapi, meg egyéb, meg programokat. Lesz egy olyan hely, nem kell fölmenni a Méfázba, itt helyben lesz olyan rendezvény, vagy olyan értekezés, társulási, vagy akármilyen rendezvényeket tartani. A falu lakói nagy örömmel várják, hogy megépüljön közösségi épületük. Támogatják vezetőjüket, hogy ő nem eladta az ingatlant, hanem célokat valósít meg általa. Azt mondták, hogy végre egy ember, mondtam, nem egy ember, hanem egy képviselőtestület úgy döntött, hogy nem engedtük, hogy más megvásárolja, hanem a falué maradjon. Azt mondták, hogy máshol mindent eladnak, mi megvenni akarunk. Hát mondtam, olyan pénzforrását rendelkezésre nem szabad hagyni. Itt tartunk, várjuk a LEADER értékelést, reméljük, hogy nyerünk, és már kivitelezővel mindenkivel tárgyaltunk, és akkor megvalósítanak. A teljes külső újjáépítés lezárulta után pedig a lakók birtokba vehetik majd az új közösségi házat, melyet egy avató ünnepséggel szeretnének majd megkoronázni. Különleges programmal készültek a Tamási Könyvtár dolgozói a környéken élő kisgyerekeknek a nyári szünet ideje alatt. Az intézményben ugyanis hétről hétre délelőtti mesematinékat szerveztek, amik során az odaérkező kicsiket és a szüleiket egy hűs limonádéval is megvendégelték. Felej nekem, édes lányom, hogy szeretsz te engem? Mint a galamba tiszta búzát, mondta az idősebb. Hát te, édes lányom, kérdezte a középső. Én úgy, édesapám, mint forró nyárban a szellő. No, most téged kérdezlek, fordult a legkisebbhez. Mondjad, hogy szeretsz te engem? Úgy, édesapám, mint az emberek a sót. Érdeklődve hallgatták kicsik és nagyok a Tamási Könyvtárban a meséket, mielőtt felszolgálták nekik a finom limonádét. Nyár elején összedugtuk a fejünket a kollégáinkkal, hogy milyen programot lehetne kitalálni, ami a nagy melegben is kimozdítja a gyerekeket, és hogy eljönnek a gyerekkönyvtárba. Gondoltuk, hogy a mese az biztos, hogy vonzó lesz, csak azt kellett kitalálni, hogy milyen formában meséljünk a gyerekeknek. És akkor jött az ötlet, hogy legyen papírszínházas előadás, ami nagyon-nagyon népszerű a gyerekek körében, és mivel nyár van nagy meleg, ezért kínáljuk meg a gyerekeket valami hűsítővel. És mivel nyáron nagyon hűsítő a limonádé, ezért adta magát, hogy akkor legyen a program neve Keddi Limonádé. És az az igazság, hogy nem gondoltuk, hogy ilyen nagy sikerű lesz, hiszen az első alkalommal július elején egy 6-8 kisgyerek jött a szüleivel a programra, és egyre többen lettek. A múlt heti rendezvényen már alig fértünk be a gyerekkönyvtárba, és ma is lehetett látni, hogy bizony nagyon sokan eljöttek a meleg ellenére. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy kitaláltuk és megvalósítottuk ezt a programot.
a piciknek. A keddi limonádi elnevezési programsorozat nagy sikeret egyszert. Ennek során a mesélés után finom itallal kínálják meg a résztvevőket. A szakember azt mondja, hogy lesz folytatása ezeknek a délelőttöknek az elkövetkezendő őszi és téli szünetben is, hiszen úgy tapasztalják, van rájuk igény. Tudjuk, hogy a mese milyen fontos a gyerekek számára, és egyre kevesebb a mese a gyerekek életében, egyre kevesebb az élő szavas mese, és szerintem azért is van ennek a programnak ilyen sikere, mert hogy az élő szóban hallgatják a gyerekek. Tehát a papírszínházas mese után én mindig még egy mesét szoktam elmondani, és nagyon szeretik a gyerekek, és nagyon nagy türelemmel és figyelemmel hallgatták. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy tanulság számunkra, hogy igenis meg kell hirdetni, és kell szervezni ilyen programokat. Nagyon érdekes volt, hogy az első előadáson nagyon vegyes volt a társaság a 7-napostól a 7 éves, 8 éves gyerekekig, és aztán kialakult végül is egy törzsközönség, a 3-6 éves korosztályú gyerekek maradtak itt, és bizony volt, aki mindegyik rendezvényünkre eljött, úgyhogy köszönöm nekik is, hogy meglátogattak bennünket. Mindig volt új beiratkozó. A gyerekkönyvtár ugye adta magát, hogy leemelték a polcokról a könyveket, nagyon sokat kölcsönöztek, úgyhogy megnőtt a forgalmunk, úgyhogy minden szempontból jó volt ez a rendezvény. Sok szülő szerint kiemelten fontos a gyermekek számára az élő szóban elmondott mese, így a könyvtár dolgozói a látványosság érdekében egy új formával, az úgynevezett papírszínházzal igyekeznek felkelteni a figyelmet. Ez egy nagyszerű kezdeményezés volt a könyvtár részéről, mert ugye itt a nyáron elég sok időt tudunk a gyerekekkel tölteni otthon, de hát egy idő után az is unalmassá válik, és nagyon jó volt ez a kis program, hogy legalább tudtuk azt, hogy fixen keddenként délelőtt ki tudunk mozdulni, együtt tudunk egy picit lenni a többiekkel, és míg a mese alatt egy picit lecsendesedtek, lenyugodtak, akkor aztán otthon újra folytatódhatott a játék. Különböző korosztályok is vannak, tehát egészen az iskolás alsó tagozatos korosztályt is megszólította, míg egész picikéket, óvis, bölcsis korosztályt is lekötötte. A mese után mindenkinek volt lehetősége beiratkozni a könyvtárba, illetve kölcsönözni, ami szintén nagyon hasznos. Nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett a városból. Sokszor megállítottak és gratuláltak. Azt se tudtam, hogy mihez, és hát mondták, hogy a Kelly limonádét. Hallották, hogy milyen népszerű és milyen jó, úgyhogy nagyon örülök tényleg, hogy sikerült ilyen jó rendezvényt kitalálni és megvalósítani. Felsőnyéken folyamatosak a fejlesztések. A településen mára már szinte mindent felújítottak pályázati segítséggel, így most modern, napelemekkel korszerűsített épületekkel rendelkezik az önkormányzat. Számtalan cél és terv van, hogy a falu még élhetőbb, virágzóbb legyen. A már az időszámítás kezdete előtt létező település nem véletlenül közkedvelt. Gyönyörű környezet, jó termőföld és jó elhelyezkedés jellemzi. Ugyanis több irányban van a közelben nagyobb település, ahol tudnak munkát vállalni az emberek, és az ingázáshoz is biztosítottak a közlekedési feltételek. Felsőnyék talán a vidék legrégebben lakott települése. Nem véletlen, mert ugye én azt gondolom, hogy az emberek nem véletlen költöznek valahova, oda költöznek, ahol jó lakni, ahol jó élni. És mi abban gondolkodunk, hogy mindenféleképp azt kell megteremteni, hogy továbbra is a fiatalok itt maradjanak, itt jó legyen élni. És pontosan minden lépésünk, minden cselekedetünk ebbe az irányba mutat, és hogyha ők valamit kigondolnak, hogy kell egy konditerem, akkor van konditerem, ha kell egy sószoba, akkor van sószoba, akkor szoláriumot is csináltunk, úgyhogy minden, ami eszükbe jut, az van. És hát ebből talán gondolom ennek is köszönhető, hogy nem mennek el a fiataljaink, itt maradnak a faluba. És igaz, hogy a faluban nincs ennyi munkahely, de nagyon jó meg van szervezve a környék településeiről, Tamásitól, Fehérvártól kezdve, jönnek a buszok is, ha valaki akar dolgozni, akkor itt tud is. A jövőben a Pécsről induló kerékpárút, ami a településen fog átmenni, ha elkészült, még nagyobb átmenő forgalmat generál majd, ami szintén fellendíti a település gazdaságát, véli a polgármester. Hogyha ez így lesz, akkor ugye megnyílik előttünk még a turizmus is. És a turizmusban én azt várom, és azt látom, már van egy panziónk, egy kialakított 6 szobás panziónk, látjuk, hogy jól működik, egyre jobban, sőt, van, hogy teltházzal fut, ha vadászat van, ha valami alkalom jön. Na most mi azt várjuk ettől, hogyha jönnek a kerékpárosok, jön egy turizmus,
most már van egy csomó olyanunk, hogy borászat a faluba, sajtkészítő, kettő is, horgolnak az asszonyok, mézet, méhészek vannak. És én azt látom, hogy hát ha én is elmegyek valahol kirándulni, azt szeretnék valamit venni. Az pénzt hozhat ide a faluba. És ez még talán a fiatalok, aki ezt megnyergeli, vagy rááll, az még plusz pénzt hozhat ide a faluba. És hogyha a pénz elkezd valahol dolgozni, az csak jó irányba vezethet. Én abba bízom. A sokféle helyi termék is sokat lendíthet majd a forgalmon. Valamint az ott élő fiatalok, ha felfedezik, hogy ezek jó lehetőségek, szívesebben maradnak ott és alapítanak családot a faluban, mondja a polgármester. Amihez minden feltétel adott ezen a hangulatos kis településen. Nekünk megvan az óvodánk felújítva, játszótér van az óvoda udvarba, megvan az iskolánk felújítva, az iskola udvarba műfüves pályát építettünk. Az óvodához tudtunk építeni egy tornaszobát. De az önkormányzati épületek is szinte teljes mértékben felújításra, korszerűsítésre kerültek a közvilágítással együtt. Felsőnyéken van egy gyönyörű központunk, 100 méteren belül van minden. Úgyhogy nyilván adta magát az, hogy mindent fel kéne újítanunk, és hát neki is veselkedtünk ezelőtt 8 éve. És ott tartunk, hogy szinte mindent föl tudtunk újítani, egy épület kivételével, amire szintén megcsináltuk már a terveket, és be vannak adva. Természetesen ugye az elsődleges cél mindig az volt, hogy spóroljunk. Tehát minden beruházás, minden pályázat, amit irattunk, az mindenféleképp ugye az energetika spórolására. Tehát napelemeket szereltünk fel mindenhova. Hőszigetelést, új nyilászárókat, és hát ugye a nap, mint hogyha megéreztük volna, hogy mekkora drágulások lesznek, már át is kezdtük állítani az épületeinket elektromos fűtésre is. Tehát ahova napelemet szereltünk, ott próbáltunk annyi napelemet föltenni, hogy később a fűtést is ellássa. A település ötletes vezetője mindig kitalál valami hasznos újítást, hogy a falut felvirágoztassa. De a közmunkaprogramot is nagy hasznunkra tudták fordítani. Vettünk egy faüzemet, a faüzembe készülnek a buszmegállótól kezdve, amit lát a virágládákat, tehát szépítjük vele a falut. A közmunkaprogramot természetesen megragadtuk. A közmunkaprogramban most 2 programunk van. 50 emberrel indultunk, most csak 10-valahányan vagyunk, tehát elértük azt a célt is, hogy visszakerültek az emberek a munkavilágába. Hát most a mezőgazdaságban csepegtető öntözésre uborkát termesztünk, fölépítettünk egy feldolgozó üzemet, egy savanyító üzemet, ahol ez a feldolgozó, azért mondom, hogy feldolgozó, mert amit megtermelünk, azt ott konyhakrészre tudjuk varázsolni, a hagymát is fölszeletelve, tehát úgy kerül a konyhára már, van egy 140 fős fölújított konyhánk. Az utak felújítására is szeretnének nagy hangsúlyt fektetni a jövőben. Hát sikerült már 4 külterületi utat is megépítenünk. Pillanatnyilag most van egy megnyert 300 milliós pályázatunk szintén egy külterületi útra, ahol még soha nem volt szilárd burkolat, tehát ezt csak arra lehet megnyerni. Ozora felé indulnánk el vele, ez az út is csatlakozna közvetlen majd a kerékpárúthoz, és hát Ozora is olyan közel kerülne, hogy aztán már csak 3 kilométer kellene, hogy végre átérjünk, ami már egy 40 éves terv. Hát mit tudok még mondani, 2 belterületi útra megnyertük a pályázatot, és mi egy pénz lesz, akkor ugye ezt ki is lehet vitelezni. Felsőnyék nagyon szépen fejlődik. Jelenleg is munkálatok folynak a településen. Most a kultúrház korszerűsítéseként napelemekkel szerelik fel azt is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!